Sokkoló elméletek láttak napvilágot. Vajon meghalt harmadik Károly király? Egyre durvább találgatások keringenek a közösségi oldalakon a brit királyi családdal kapcsolatban. Súlyos döntés hozott Ördög Nóra és Nánási Pál. Kirúgták Tóth Andit, nem hiszi el, hogy kisietett a segítségére. Horváth Evelin vagyok a napire.hu híreivel. Elindult a napire.hu YouTube csatornája. Iratkozz fel a legfrissebb videóinkért. Mi történhetett? Súlyos döntés hozott Ördög Nóra és Nánási Pál. A házaspár úgy döntött, hogy 2 év után bezárják a balatonfüredi kisboltjukat. Balatonfüreden 2 szezon működtünk, de azt hiszem, hogy az idei év arról fog szólni, hogy racionalizáljuk a rengeteg feladatainkat, és az egyikből az lesz, hogy fájó szívvel, de el kell engednünk a füredi boltot. Azt kellett felmérnünk, hogy nem tudunk ott elég időt tölteni. Hiába van a Balaton partján, sajnos messze van tőlünk és akaratjától is, ahol viszont a másik 2 boltunk és a nyaralunk is van. Nagyon megterhelő a folyamatos ide-oda utazgatás. Árulta el a Blicknek Ördög Nóra, majd hozzátette, azt az örömöt, amit egyébként első körben adott nekünk a Balaton, sajnos egy kicsit elveszítettük emiatt. A műsorvezető bevallása szerint férjével, Nánási Pállal közösen döntötték el, hogy jó lesz nekik ott akaratján. Szinetár Dóra búcsúzik, véget ért az életében egy nagyon fontos fejezet. Egy időre elbúcsúztunk a Csillagok útján Omega emlékkoncert sorozattól, jelentette be a színésznő. Szombat este Tatán szólaltak fel az Omega halhatán melódiái, azonban egy időre most elbúcsúzik a Csillagok útján Omega emlékkoncert sorozat. A színésznő nagyon szerette az előadást, azonban most véget ért egy korszak számára. Tegnap este a tatai Güntner arénában fáradtan és kissé csapzottan, de ezekkel a csoportképekkel egy időre elbúcsúztunk a Csillagok útján Omega emlékkoncert sorozattól. Ismét szűnni nem akaró tapssal és fergeteges sikerrel ért véget az este, ahogyan eddig minden koncert végén. Reméljük, hogy lesz folytatás. Mi várjuk, mert nagyon szeretjük. Írt a vasárnap Instagram oldalán Szinetár Dóra, amit a Blik Rúzs szúrt ki. Kirúgták Tóth Andit, nem hiszi el, hogy kisietett a segítségére. Igazán testhez álló szerepet kapott az énekesnő. Hétfő este visszatér a hazatalálsz, ezzel együtt pedig orsi kalandjai is folytatódnak, így Tóth Andit továbbra is láthatják színésznőként a TV2 nézői. A sorozatban Tóth Andi karakter a nővérét keresve mutatkozott be, a nézők pedig egy csinos, elszánt és dörzsölt fiatal nőként is ismerhették meg. Emellett a legnagyobb álma az, hogy híres énekesnő legyen. Tóth Andi tehát testhez álló szerepet kapott, s még a szerelem is rátalált a sorozatban Márkó személyében. A történetük viszont nem alakult túl fényesen a folytatásban, hiszen a fiatal srác az, aki először munkát adott Orsinak, majd ki is rúgta őt. Ekkor azonban megérkezett a segítség Szikora Robi személyében, aki azonnal munkát ajánlott neki. Felkérte, hogy csatlakozzon hozzá a turnéján és legyen a vokalistája. Ezzel Orsi álma beteljesülni látszik, így már csak az a kérdés, hogy mit szólnak majd ehhez a többiek. Főleg Márkó, aki bár kiadta az útját, de lehet, hogy megbánta a tettét. Írja Bors. Sokkoló elméletek láttak napvilágot. Vajon meghalt harmadik Károly király? Egyre durvább találgatások keringenek a közösségi oldalakon a brit királyi családdal kapcsolatban. Harmadik Károly király állítólagos haláláról kezdtek el beszélni az emberek az X-en, mint ismert a királyt januárban prosztata megnagyobbodás miatt megműtötték, majd néhány nap múlva a palota bejelentette, hogy daganatos megbetegedést diagnosztizáltak nála a beavatkozása során. Írja Color. Azóta azonban már többször is látták, hogy elhagyja a Windsori kastélyt, sőt több magas rangú politikussal is találkozott a napokban. De mivel egy ideje félárborcon vannak a zászlók a Szigetország néhány kormányzati épületében, így többen azt gondolják, hogy ez az uralkodó halálát jelentheti. Egy másik felhasználó pedig arra gyanakszik, hogy Károly király meghalt Szent Patrik napján, azaz március 17-én. Ezeket az információkat azonban a palota nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Katalin hercegné váratlanul megjelent az emberek között. A szemtanú szerint úgy tűnik, hogy jól érzi magát. Az elmúlt napokban Katalin hercegné Photoshop botrányáról szóltak a hírek, ami miatt a hercegnének bocsánatot is kellett kérnie, de úgy tűnik, hogy a lavinát nem tudta megállítani. Olyan emberek szúrtak oda neki, mint a holland király, vagy pedig Blake Lively. A műtéte óta Katalin hivatalosan nem jelent meg nyilvánosan. Most azonban a Glamour arról ír, hogy őt és Vilmos herceget állítólag az egyik kedvenc helyükön a Windsori birtokukon nagyjából 1,5 kilométerre található farmon csípték el a hétvégén. A sok pletyka után megdöbbentem, amikor megláttam őket. Katalin Vilmossal vásárolt, boldognak tűnt és jól is nézett ki.
mondta egy szemtanú, majd hozzátette, hogy bár a gyerekek nem voltak velük, az nagyon biztató jel, hogy a hercegné eléggé jó volt ahhoz, hogy beugorjon a farmon lévő boltokba. Drámai hírek jöttek Molnár Piroskáról. Nem tervez már több filmben szerepelni, mint mondta, hogy elfáradt. A Nemzet színésze a Blicknek elmondta, hogy jelenleg 8 darabban játszik, de már nem lesz több premierje, és biztos benne, hogy filmet sem fog forgatni már. Tavaly készült egy Csendesi címen az a film, amelyben egykori tanítványával Vilmányi Benettel ketten játszanak. Ezt hamarosan láthatja majd a közönség a mozikban. A színházaknak, Táliának, a Rózsavölgyi Szalonnak, az Orlai Produkciónak egyszerűen nem mondhatom, hogy köszönöm. Elég volt, elfáradtam. Magyarázta a színésznő, aki mint mondja, hogy még úgy is szocializálódott, hogy amit az ember elvállal, azt mindenképpen teljesíti és nem hagyja abba. Nem mondhatom a rendezőnek, a kollégának, a közönségnek, hogy már nem bírom, pedig ez az igazság. Túl vagyok egy térd és szívműtéten, beépített pénzmékkel segít az életemen, és már nincs hova és miért ugrálnom, bizonyítanom. Azt korábban is mondtam, és ehhez tartom magam most is, bármennyire nehéz már színésznek lennem, miattam darab soha nem maradt el, és nem is marad el. Ha csak nem haldoklom. Fogalmazott, majd hozzátette, hogy ha minden jól alakul, fogadott unokájával Gergővel a nyáron Horvátországba utaznak majd, ellátogatnak egy apró üdülőfaluba, ahol a színésznő annak idején fiatalabb korában számtalan alkalommal már megfordult. Erős fájdalmakkal vitték kórházba az ATV műsorvezetőjét. Saját felelősségére hagyta el szombaton a kórházat, ma így élő adást vezethet, azonban újabb műtét vár majd rá a közeljövőben. Török Rékát a napire.hu telefonon az otthonában érte utol vasárnap délelőtt. Mint ahogyan azt mi is korábban megírtuk, Schwábi András a családjával nyaral, így őt a héten Török Réka a heti napló riportere helyettesíti majd a héten műsorvezetőként. Pénteken este azonban megműtötték. Kedden megkezdődött egy soha addig nem tapasztalt fájdalommal, kezdte a napire.hu-nak az ATV munkatársa. Iszonyatosan begörcsölt a hasam, sugárzott a hátamba, s a mellkasomban mindenhova. Nagyon megijedtünk én, a férjem és a kislányom is, és először arra gyanakodtunk, hogy biztosan valamilyen gyomor probléma lehet. El is mentem egy gyomor tükrözésre, de ott megnyugtattak, hogy nincsen semmi baj, csak egy kis reflux. Sablekötőt kaptam, azt mondják, hogy jobb lesz majd, de nem lett. Folytatta Török Réka, majd azt is hozzátette, hogy csütörtökön ilyen fájdalmak között forgatta le a riportját. Azt hittem, hogy megőrülök, mondta. Aznap éjszaka már aludni sem tudott, így ilyen állapotban írta meg a riportja szövegét. Másnap így a Honvéd kórházban kötött ki. Már a vérvételből kiderült, hogy súlyos gyulladás van a szervezetében. Az ultrahang pedig kimutatta, hogy sok epeköve van. Abból az egyik elindult és szépen el is akadt, és ez okozta a rohamot, magyarázta a lapunknak Réka. Már haza se engedtek, azt mondták, hogy már este megműtenek. Ez egy olyan akut probléma, amit hogyha nem kezelnek rögtön, akkor abból egy komoly hasnyálmirigy gyulladás is kialakulhat. Úgy már hetekig elhúzódhatott volna a kezelésem. Tette hozzá Réka, akit másnap szombaton végül a saját kérésére engedtek csak haza. Így vasárnap este ő helyettesítheti Schwábi Andrást a heti naplóban, de újabb műtét vár rá. További hírekért keresitek a napire.hu-t, vagy pedig kövess be a YouTube csatornánkat. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!